Relációk címmel nyílt meg a Művészeti Szakgimnázium kiállítása a Szombathelyi Képtárban. Az intézmény a képző és iparművészeti tagozat tavaly készült legjobb munkáiból, és a 2017-ben végzett növendékek szakmai vizsga munkáiból válogatott a tárlatra, amelyet Veres Ferenc művészettörténész ajánlott a közönség figyelmébe. A megnyitón vette át a bíró Anita díjat, a tanulmányait legjobb eredménnyel záró textil szakos Lóvenyák Nikolett és emlékplakettel köszönték meg a szobrásztagozatnak nyújtott támogatást Horváth Zsolt cégvezetőnek.